Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom nektek a pólókat, amiket a Pamut Labortól kaptam. Innen is köszönöm szépen az együttműködést és a támogatást. Hogyha szeretnétek ti is nagyon kényelmes és nagyon jó pólót a nyárra, akkor mindenféleképp csekkoljátok a weblapjukat, megtalálható a link a leírásba, illetve élő adásokban Nightbot is beszokta tenni, ott is el tudjátok érni. Na de nézzük meg, milyen pólókat kaptam. Mint láthattátok, már a Fortnite Live-ban volt, aki megkérdezte, hogy honnan van a pólóm, bizony a Pamut Labortól, és kellett egy nagyon jó Fortnite-os, már nem mindig Dave döntse el, hogy hova ugrunk, hanem konkrétan, hát hova ugrunk, skacok? Ha ez a póló van rajtam, akkor abban a live-ban nem Dave dönt, hanem ti. Ti fogtok dönteni, srácok, hogy hova ugrunk. Három kört játszunk most már, nem kettőt általában a nézőkkel, és akkor mind a három ember, aki jön, egy-egy körbe dönthet, hogy hova ugrunk, kijelöli, és ahogy sikerül, úgy sikerül. Úgyhogy ez a hova ugrunk szerintem teljesen jó lehetőség arra, hogy ti is dönthettek, és... Szerintem úgy ez még ilyen dizájnos is, ott ugye a glider ez a úriember, vagy lehet ez lány is, nem látszódik. És hadd mondjam el, hogy mennyire jól áll a bőrszíneted meg a... Ezt most... Mit csinálsz a fejedde? Cápa! Vidám cápa vagyok! De milyen jól áll a bőrtonus? Direkt választottam, mert aki aktívan nézi a csatornát és látta a Genshin Live-ot, hogyha nem láttad, nézd meg a végén, ott is egy pamutlaboros pólóba voltam, méghozzá a P-monosba, a zöldbe, a neonzöldbe, ahol elárultam, hogy Jana mondta, milyen jól áll ez a neonzöld, aha, rendeljünk magunknak egy neonzöld pólót. Csak viccből mondtam, hogy jól áll. De ezt reméltem, hogy jól fog állni, úgyhogy most direkt Jana kedvéért választottam a színt. Nézzük, már nagyon izgatott vagyok. Mit csinálsz? Remélhetőleg jól fog látszódni a live-okba egyébként a felirat, ezen nem gondolkoztam, hogy most már nem úgy tölti ki a hasam, mint amikor elképzeltem. És képzeljétek el, hogy ez a póló XL-es, eddig XXL-es volt a többi pólom, és már ez is bő. Egyel kisebbet kell a következőnél rendelni, azt a mindenit, illetve meg kell írnom, hogy egyel kisebb pólót küldjetek, mert kifogytam. De nem az ötletekből fogyok ki, hanem a ruháimból. Inkább ez legyen amúgy. Nagyon menő, tök jól áll a... Na, örülök, hogyha tetszik. Nagyon jól áll a hajszínethez. Hát már egyszer megyünk ejtőernyőzni, ahhoz is ezt veszük fel. A másik póló színe az pedig egy fekete, sokan szeretitek a fekete pólókat, és nem nehéz rájönni, hogy a játékhoz kapcsolódóan választottam. Melyik az a játékunk, ahol kinn az űrbe vagyunk, sötét van, és a sötétben tapogatózva próbáljuk a feladványokat megoldani? Hát nem más, mint az Among Us, az Among Us, ahogy mi szoktuk mondani. Among Us, ugye mi mongúfták így mondjuk. Among Us. És visszahoztuk a csatornára, egyik legjobb döntésem volt, mert olyan jókat szoktunk szórakozni, bár tény, hogy voltak olyan live-ok, ahol nehezebben ment, mert nehéz összehangolni az, hogy van, aki hanghívásban van, van, aki cseten, de igyekszünk nem lelőni a poént, és tényleg nagyon becsületesen játsszák a mongúftáim, úgyhogy ha szeretnél jönni egy Among Us live-ra, akkor várlak téged is. És maga a design tetszett, hogy olyan, mint egy kicsit a Warner Brothers-nek a Looney Tunes logó, és mint láthatjátok, impostor, mert én annyira lebukós impostor vagyok, hogy kegyetlen, és abba bízok, hogy ha már eleve felveszem, nézd, én impostor vagyok, biztos impostor vagyok, akkor lehet, hogy nem fogod elhinni, hogy az vagyok. Úgyhogy ha te is szeretnél hasonló Among Us-os pólót, és esetleg Among Us Live-ba van crewmate-es is, majd a linkre, hogyha rámentek és megkeresitek, akkor meg fogjátok találni. Akár ülhetünk úgy is abba, hogy te felveszed a crewmate-et, és akkor azt is beírod, hányszor voltál, ez hányszor nem. Ezt konkrétan azt hittem, hogy egész hasamat lefedi, és a felét, tehát tényleg nagyon le vagyok sokkal, vagy elles póló kell innentől, gyerekek. Hát nem gondolom, hogy ez egy ilyen challenge-be átmenős videó is lesz, de hogy hamarosan érkezik a challenge-ről is, hogy telt az elmúlt 4 hetem, és ezt bele fogom mondani, hogy már itt a pólónál látszódik, hogy haló. Ez is lókotja kell. Viszont ha ilyen problémába ütköznétek, ezt fontos hangsúlyozom a Pamut Laborral kapcsolatban, hogy a póló nagy, kicsi, mégse az a méreted, akkor van egy olyan opció, hogy vissza tudod küldeni, és ha a weblapon megkeresed, akkor hamar rá is találsz arra, hogy méret probléma miatti csere lehetőségre van lehetőséged, ami azért nem mindenhol van. Úgyhogy ez is egy pluszpont a Pamut Labornál. De eddig én nem panaszkodhatok, mert nagyjából elállt
kitaláltam, hogy milyen méret kell nekem, úgyhogy tök jó. Nagyon, nagyon kényelmes, nem az a ráragad a testemre, és akkor konkrétan így le se tudod szedni. Tényleg nagyon jó, nagyon szellős is, úgyhogy nekem tetszik. Írjátok meg, hogy a Fortnite-os vagy az Among Us-os póló tetszett jobban, és hogyha lenne lehetőséged rendelni, vagy akár születésnapra, névnapra, karácsonyra, bármire, akkor melyiket kérnéd, egy Among Us-os pólót, vagy esetleg a Fortnite-ost? Várom a kommenteket, illetve ha szétnéztek a weboldalon, írjátok meg, hogy szerintetek melyik póló mutatna rajtam jól a live-okba. Kíváncsian várom az ötleteket, lehet ötletelni, agyalni együtt. Hogyha tetszett a videó, dobj egy hatalmas lájkot, ha még nem tetted, akkor iratkozz fel, 6024 órás live-ot tartunk. Legyen további szép napotok, sziasztok!